Reméljük, hogy, vagy remélem, hogy jól hallatok, és el tudtam indítani, mert az előbb még valamiért nem sikerült. Ma van az utolsó része az intőjelekről szóló kis minisorozatunknak, és ma egy picit később tudtuk kezdeni, mert nekem még volt egy feladatom, de mindjárt becsatlakoztatom Ritát. A mai mondja az intőjeleken belül az, hogyha már a másik előre, jó előre szól neked, hogy nem akar most komoly kapcsolatot, akkor mi a teendő, meg hogyan álljunk hozzá, meg mit jelenthet ez? Erről fogunk ma beszélni. Szia, Rita! Szia, Évi, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Beharangoztad, Évi, ha jól hallottam, mert a mai témánkat, hogyha nem akar ugye komoly kapcsolatot, a másik fél. Azon gondolkodtam épp, hogy sokan ugye már akár mondjuk egy társkereső esetében is elárulják, hogy még nem komoly kapcsolatot akarnak, vagy mondjuk az első randinál mondják, hogy igazából ők ismerkednek, meg nem tudják, mit akarnak az élettől, vagy nem biztosak benne, hogy komoly kapcsolatot szeretnének. Szerintem ez így nagyon korrekt, és akkor rögtön látjuk, hogy a másik mit akar. De az is előfordulhat, hogy nem tudja, hogy komoly párkapcsolatot akar, vagy nem tudja, hogy nem akar komoly párkapcsolatot, és mondjuk jól érezzük magunkat egymással, már benne vagyunk a kapcsolatban, x hónapja, és mondjuk még nem egy éve, csak néhány hónapja, de mondjuk az egyik fél elkezd már tervezgetni, hogy mondjuk hova menjünk jövőre nyaralni, vagy esetleg, hogy akár a gyermekvállalás is szóba jöhet, ha nem is azonnal, de hogy majd szeretne gyermeket, és akkor kiderül, hogy a másik fél bizony nem akar még komoly kapcsolatot. Tehát a beszélgetés során valahogy kiderül, hogy ő még nem kész rá. Ebben a helyzetben, ebben a szituációban, hogyha kiderül, hogy a másik felünk, ha lehet ezt mondani, a párunk azt mondja, ő még nem kész egy komolyabb párkapcsolatra, mi lehet a teendő? Amire én alapból válaszolnék, még mielőtt válaszolsz te, mint szakértő, hogy én biztos beszélgetnék vele, hogy mi lehet a gond, vagy miért érzi így, vagy esetleg hát, ha kijön belőle, hogy elmondja nekem, hogy csalódott az előző, nem tudom, exeiben, és nem mer elköteleződni. Ez így, mint úgymond civil belőlem, ez indulna el egy ilyen folyamat. Te, mint pszichológus, mit gondolsz, hogy mit tegyünk, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülünk? Hát azért ez elég fájdalmas élmény lehet, vagy hogy úgy képzelem el, hogy nagyon becsapva érezteti magát az a személy, aki jó pár hónapja benne van egy kapcsolatban, és akkor jön rá erre, vagy akkor tudatják vele. De szerintem nagyon sokszor a másik fél nyilván nem ilyen szándékkal lép bele a kapcsolatba, hogy átveri a másikat, félrevezesse ebben a tekintetben, és elképzelhető, hogy menet közben jött rá erre, hogy úgy érzi, hogy erre még nem alkalmas, és hát sajnos ilyen van, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt ne vegyük magunkra, vagy nem feltétlenül úgy értelmezzük egyből, hogy átverés történt, mert hogy van, hogy menet közben jövök rá arra, hogy mi vezérel, mi motivál, mire vágyom, és ez nagyon emberi dolog, akkor is, ha sajnos a környezetünknek fájdalmat okozunk vele. Ezzel együtt azt gondolom, hogy jó lenne, ha ezt el lehetne kerülni, tehát jó úgy belevágni az ismerkedésbe, ahogy már az elején mi beszéltünk erről, ugye pár hónapja csináljuk már ezt a sorozatot a kapcsolatokról, és beszéltünk róla, hogy érdemes előkészíteni saját magunkban is az ismerkedést, hogy mikor és hogyan megyünk el randizni, és ezeket a kérdéseket jó, ha tudatosan előre végig gondoljuk. De ha már ott vagyunk a helyzetben, én nagyon sokszor látom, hogy beleszaladnak az emberek abba, hogy majd ők segítenek megoldani a másiknak az olyan komoly elakadásaikat, amihez igazából szakemberre lenne szükség. Tehát nem biztos, hogy a korábbi csalódásokat, meg bizalmi problémákat, kötődési problémákat egy párkapcsolaton belül azzal, hogy majd én elég jól fogom őt szeretni, meg tudjuk oldani. Néha segít, egyébként erről már beszéltünk szerintem pár hete, hogy említést tettünk róla, hogy előfordulhat, hogy az én kötődési státuszom, vagy képességem a kötődésre, biztonságos kötődésre csupán attól javul, hogy benne vagyok egy biztonságos kapcsolatban, és jó hatások érnek, gyógyító tapasztalatok,
de ez nem mindenkinek elég. És látom, hogy emberek éveket, nem is tudom, hogy fogalmazzak, éveket tesznek abba bele, hogy a másiknak segítsenek megváltozni. És ez önmagában nem probléma, hogyha mind a ketten komolyan gondolják, szeretik egymást, de nagyon áldozatos munkának tűnik, nagyon önfeláldozásnak tűnik, és lehet, hogy ebben az egészben az a fél, aki feláldozza magát, megfeledkezik magáról, neki nem elégül neki az igényei, szükségletei, és lehet, hogy ez az egész gyorsabb lenne valamivel, ha a másik fél szakemberhez is fordulna, és nem csak a párkapcsolattól várná, hogy megoldja ezt a problémát. És szerintem itt arra kellene fókuszálni, nem arra, hogy ő miért nem akar komoly kapcsolatot, hanem arra, hogy én akarok-e benne lenni egy olyan párkapcsolatban, amiben a másik nem akar komoly kapcsolatot. És mielőtt tovább mennénk a következő kérdésedre, én még oda is visszakanyarodnék, hogy amikor már a társkereső ki van írva, amikor az ismerkedés első napján, az első három randin elmondja a másik, hogy nem akarok komoly kapcsolatot, az szerintem azért intőjel, mert rengetegen beleszaladnak, hogy nem baj, majd biztos meggondolja magát, nem baj, majd én megváltoztatom, majd mellettem másmilyen lesz, ha én majd megadom neki ezt, meg ilyen leszek, meg olyan leszek, akkor majd úgy is meggondolja magát, és úgy szaladnak bele a késbe, hogy előre volt szólva, ilyen magyar tanuló kifejezve, hogy bele fogsz szaladni a késbe, ha nem vigyázol. És hogy szerintem itt ezért ez egy óriási intőjel, tehát itt nagyon, nagyon kéne villogjon a lámpa, hogy ha én nem erre vágyom, akkor ne adjam alább, csak azért, hogy legyen valaki. Tehát már akkor, tehát ami az óriási intőjel, az, hogyha ő már igazából közölte velünk valamilyen formában. Ez elég nagy intőjel. Igen, tehát hogy igazából akkor ez most egy kicsit ilyen csúnyán hangzik, de mit várunk? Tehát, hogy ő elmondta, hogy mit szeretne. Sűrűn hallom azt, hogy de hát én annyira szeretem őt, akkor is vele maradok, hát ha megváltozik. Meg amit az előbb is említettél, hogy én annyira szeretem, hogy majd akkor ő is jobban megszeret, és akkor majd hosszabb távra tervez velem, és majd akar tőlem gyereket, stb. Erről elég sűrűn lehet hallani és olvasni, hogy valakit, lehet, hogy éppen ez a rózsaszín szemüveg, vagy nem tudom, vagy annyira szerelmes, hogy azt mondja, hogy nem baj, inkább várok, tűrök, és majd hátha. És nagyon sok ilyen történetről is hallottam már, vagy nem, ha nem is nagyon sokról, de már jó néhányról így a ismeretségi körben, hogy 3-5 év telt el, és kiderült, hogy mégsem, mert az illető mondta, hogy hát ő még annyira nem akar elköteleződni, csak inkább egy ilyen könnyedebb kapcsolatban benne lenni, és akkor ott voltak a hatalmas sérülések. Meg hát a rengeteg idő, ami ugye elveszett. Igen, és még annyit tennék ezt hozzá, hogy mondtad az elején, hogy milyen korrekt, ha valaki ezt előre bejelenti. Nehéz eldöntenem, hogy 100%-ban így élném-e meg, ha velem történne, hogy ez teljesen korrekt. Tehát hogy nyilván a lehető legkorrektebb, hogy valaki erről előre szól. De nagyon sokszor azt látom, hogy ennek ellenére belemegy a másik, meg azt is elmondja, hogy de ő többre vágyik, és hogy úgy is sérül a másik fél, hogy jelezték neki előre. Tehát korrektség ide vagy oda, 90%-ban azt látom, jó, vannak azok a párok, vagy azok a próbálkozások, ahol egyik se akar komoly kapcsolatot, mind a kettőnek alkalmi, és többé-kevésbé mind a kettő rendben van vele. Erre nem sok igazi példát látok, amiben tényleg olyan nagyon jól mindenki rendben van vele, mert hogy sokan ott mélyen legbelül, ha azt is mondják neked, hogy figyelj, belemegyek, mert oké, szóltál előre, milyen elképesztően korrekt vagy, legbelül lehet, hogy ettől függetlenül reménykedik. Meg lehet, hogy én nem a másikra vágyom, én se vele szeretnék lenni, de az a megélés, hogy el leszek utasítva, el leszek hagyva, mégse kellek igazán, ez akkor is fájdalmat okoz, ha én se a másikra vágyom. Tehát, hogy ezektől érdemes lenne ezektől a felesleges köröktől, meg sérülésektől megkímélni magunkat. Mert elkezd reménykedni, minél több szexuális kapcsolat van köztünk, vagy minél többször ismétlődik ez, annál több kötődést erősítő hormon szabadul fel. Tehát majdnem biztosan lesz belőle sérülés, szerintem.
ez nem erkölcsi ítélkezés. Tehát, hogy aki most minket hallgat, nehogy úgy gondolja, hogy most arról beszélünk, hogy rossz ember vagy, vagy erkölcstelen, vagy ha belemész ebbe, vagy ilyenbe, nem szabad belemenni, mert ez erkölcstelen, vagy morálisan megkérdőjelezhető. Ez pusztán önvédelmi szempontból fontos, amit most mondunk, hogy szeresd magad annyira, hogy nem szaladsz bele a késbe. És mondom, biológiai alapokon nyugszik, ha ismétlődik többször egymás után a szexuális kapcsolat két ember között, akkor ott lesznek kötődést segítő hormonok. És akkor előbb-utóbb az egyik elkezd reménykedni, hogy ebből majd több lesz. Ez az önvédelem, ez nagyon tetszett, hogy ezt mondtad, hogy ez egy önvédelmi dolog igazából, tehát szeressük magunkat annyira, hogy erre figyeljünk oda. És valamennyire érezzük meg, amiről már sokszor beszéltük ezeket a jeleket, hogy mit gondolunk, mit érzünk, pláne hogyha a másik még jelzi is felénk. Közben elmondanám akik hallgattok minket, nektek, hogy az Évi oldalán, az IGTV-ben láthatóak a korábbi videóink, hogyha valaki mondjuk még csak most csatlakozott először, ez a társasjáték műsorunk, hétfőnként van délben, ez egy kis blokk, amit gondoltam, ide beszúrok. Jól tettem. És ugye elindultunk Évi egészen még a kapcsolat előtt időszakról, és utána ugye az ismerkedés szakaszán át, és ugye most a kapcsolat elején vagyunk, és most éppen az intőjelek minisorozatunk utolsó epizódjában vagyunk éppen benne. Ne ezt végigmondtam, ezt a kerek mondatot. Visszatérve a témánkra, tehát elmondta nekünk néhány hónap után, vagy hát kiderült egy komolyabb beszélgetés kapcsán, egy jövőt tervező beszélgetés kapcsán, hogy ő még nem gondolkodik hosszú távra, és ilyenkor megfordul a fejünkben, tehát szeretjük egymást, jól érezzük magunkat együtt, és megfordul a fejünkben, hogy mondjuk néhány hónap múlva, vagy akár egy év múlva újra rákérdezünk, vagy ezt a témát felhozzuk. Ez mennyire jó ötlet szerinted? Akár mondani neki, hogy beszéljünk erről később, fél év múlva, egy év múlva, vagy csak mi eldöntjük magunkban, hogy nézzük a naptárat, hogy letelt X hónap, és hogy újra megkérdezünk, mert ugye az időnket nem akarjuk vesztegetni, de szeretjük őt, és adnánk neki egy kis időt, hogy hát, ha változik a helyzet. Erről mi a véleményed? Hát nehéz erre bármit mondani, mert ugye én jobbára olyanokkal találkozok, akik ezekben sínlődtek, és megszenvedték, és nem úgy élték meg, hogy nem érte meg. Akik egy ilyenből úgy jönnek ki, hogy megérte, azok szerintem ritkán jönnek pszichológushoz, vagy emiatt nem, és nem derül ki az üléseken, hogy ez egy rendszeres gond volt korábban, de most már jó. Vagy ha ki is derül, mivel kevés hangsúlyt kap, ezért nem látom azt az oldalt, hogy ezt minden nagyon megérte volna. Itt azt látom, hogy bizonytalanságban maradunk benne hónapokig, évekig, miközben teljesen másra vágynánk, és időről időre lecsekkoljuk, de még akkor is bizonytalan adott esetben a másik. És hogy ez mennyi stressz, és mennyire nem elégíti ki azokat az érzelmi szükségleteket, ami minden embernél univerzálisan megtalálható. És ha te úgy érzed most, aki minket nézel, hogy benned nincsenek ilyen érzelmi szükségletek, mert te jól vagy úgy, ahogy vagy, és nem érzed a szükségét, az igényét, a kötődésnek, az intimebb, közelebbi kapcsolatoknak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez valószínűleg menet közben elkezdett elnyomódni. De nem úgy születtél, hogy ilyen vagy, hanem védekezésből lekapcsolódtál a saját szükségleteidről és érzéseidről, és megkeményedtél. Alapvetően mind ugyanazokra a dolgokra vágyunk, univerzálisan vele születetten, tartozni valakihez, biztonságosan kötődni, arra vágyunk, hogy jelen legyen a másik, elérhető legyen a másik, ha bajom van, számíthassak rá. És ez egy bizonytalanságban tartás közben nem tud megteremtődni. És hogy ezt önszántamból 2-3-4-5 évig ne kapjam meg, abban reménykedve, hogy a másik majd megadja, az nagyon komoly önsanyargatásnak tűnik. De természetes, hogy reménykedünk, hogy majd jó lesz, meg majd olyan lesz, meg majd mégis el akar köteleződni a másik.
természetes, hogy reménykedünk, de fel kell magunknak tenni a kérdést, hogy miért mondok le erről, miközben lehetne olyan kapcsolat is, amiben biztos, hogy a másik velem akar lenni. És látom, hogy itt sokszor az van mögötte, hogy nem hiszik el, hogy lesz majd olyan kapcsolat, amiben a másik tényleg velük akar lenni. És annyira ahhoz vannak szokva, hogy nem biztonságosak a kapcsolatok, hogy fel sem merül, hogy lehetne jobb. És én itt azt látom, hogy ebben önbecsülési, önértékelési, önelfogadási, önmagunk szeretetével kapcsolatos problémák, hiányosságok, hiányok vannak, amit be kellene gyógyítani ilyen fajsúlyos döntések előtt, mellett, közben. Mert lehet, hogy teljesen más döntenénk, hogyha az önbecsülésünk rendben lenne. Tehát itt megint ennek is ugye az alapja az, hogy foglalkozunk önmagunkkal. Igen. Évi, annyira jókat mondasz, hogy pont ezen gondolkodtam, hogy milyen jó lenne egy ilyen kis égő melléd, egy ilyen kis grafika, ami tudod, így felvillanna egy olykor. Hogy amikor ilyen nagyon-nagyon-nagyon jegyezd meg gondolatokat mondasz, nagyon-nagyon fontos dolgok ezek. Ebből fakadna igazából a következő kérdésem is, hogy ugye mondtad, hogy ha x évig benne vagyunk, akár 3-5 évig önsanyargatás, a saját időnket vesszük el, és hát nagyon sok sérüléssel járhat, illetve hát tényleg az értékes időnk. De nagyjából mégis, ha szeretjük őt, és bizakodunk, és reménykedünk, mert most én próbálom egy picit így azoknak a szavát képviselni, akik benne vannak egy ilyenben, mintha akár én lennék most ez a sok ember, és jaj, szeretik, és szerelmesek, és bizakodnak, hogy van erre egy idő, intervallum, amit elképzelhetünk, hogy akár várjak egy évig, vagy érdemes egyáltalán várni bármeddig is, hogyha közben érkezett egy komment. Tehát érdemes-e várni bármeddig is, hogyha már ez így kiderült számunkra, hogy ő nem gondolkodik komoly kapcsolatban? Hát attól is függ, hogy mi mit szeretnénk. Komoly kapcsolatot. Tehát komoly kapcsolatot. Ez az egyik kérdés, hogy én mit szeretnék, ha én komoly kapcsolatot szeretnék, a másik meg nem, akkor hát lehet, hogy őt szeretem, vagy úgy érzem, hogy szeretném, vagy tőle szeretném megkapni, de ő ezt nem akarja megadni, vagy most nem tudja megadni. Itt mérlegre kell tenni, hogy a komoly kapcsolatra jobban vágyom, mint erre az emberre, vagy párkapcsolatra vágyom, tök mindegy milyen, és akkor ha ez az ember és nem tud komoly kapcsolatot biztosítani, akkor is én megalkuszom ennyivel. Tehát, hogy én látok ebben egy megalkuvást, hogy ezek nem a valódi szükségleteim, hogy azt hiszem, hogy ezt az embert akarom. De miért akarom ezt az embert, ha rosszul érzem magam vele egy csomó helyzetben, mert nem biztonságos. Persze, vannak más helyzetek, amiben szuper jól érzem vele magam, lehet, hogy nagyon jó a kémia, lehet, hogy tök jól tudunk együtt nevetni, nagyon jók a szabadidő és tevékenység, de még szorongok, külön vagyunk. Félek, hogy mikor fogja azt mondani, hogy legyen vége. Félek, hogy más megtetszik majd neki, hogy megcsal, hogy ezek olyan rossz érzelmi állapotok, hogy nem is értem, hogy ezt hogy lehet kifelejteni a történetből. És nagyon sokszor hallom ezt a mondatot, ha mindezt leszámítom, ha ezt nem veszem figyelembe, ha ezt elfelejtjük, amúgy olyan jó. De nincs olyan, hogy amúgy olyan jó. Az egészet kell megnézni. Igen. Ha szorongunk valaki mellett, akkor nem az olyan jó kategóriába tartozik sajnos. Igen, nagyon sűrűn hallani ezt, hogy ez nem tetszik, ez zavar, akkor rosszul érzem magam, szorongok, de egyébként meg olyan kedves és aranyos és akármi. Nagyon sűrűn hallani. Ha ezt nem nézem, akkor ez igen. Olyan jó, de hát nézni kell az egész képet. Igen, és teljesen korosztálytól függetlenül hallom ezeket. Közben érkezett egy komment, felolvasom, Évi, jó? Ha még nem meg egy kérdés is. Okay. Jó, akkor elkezdem olvasni a Johannától. Nagyon aktuális téma számomra, pont a hétvégén vetettem véget egy ilyen kapcsolatnak. Hitegetett, hogy majd szeretne komolyabbat, lelkileg viszont nagyon megterhelő volt. Hiába szerettem őt, magamat jobban szeretem. Nagyon köszönjük a live-ot, szuper hasznos. Hát nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy, és hogy hallgatsz minket. Örülök, hogy megerősít. Igen. Igen, meg közben én látok itt egy kérdést, nem tudom, te látod. Én nem. Lehet, hogy ez a sztorikra reakció. Képzeld el, már múlt héten is láttam az élőben, hogy a közben a sztorikba adott válaszok itt nekem megjelennek kérdésként, de nem az élőhöz kapcsolódik, most is a sztorikra jöttek a válaszok.
Oké, akkor nem tudom, van-e még kérdésed, meg a nézőknek van-e valamilyen kérdése? Nekem igazából nincs, mert olyan szépen körbe jártad, jártuk ezt a témát, és nagyon-nagyon sok fontos dolog elhangzott. Aki most hallgatott minket, érdemes akár később is visszahallgatni, vagy a korábbi videókat is meghallgatgatni, nézegetni, akármilyen fázisban is vagytok az életetekben, mert minden héten hétfőn érkezünk hozzátok délben, Évivel. Igen, kivéve ma, mert ma késtünk, bár egyébként most többen nézték, szóval lehet, hogy ez a 12-20-as kicsit jobb időpont. Minden esetre annyit hozzátennék még, hogy kérdezted azért, hogy de milyen legyen az az időintervallum Igen, mégis. igen. És erre én ugye nem választottam, mert azt mondtam, hogy érdekes, hogy miért hagyjuk figyelmen kívül az igazi Igen. szükségleteinket, és hogy miért csak a felét nézzük a kapcsolatnak, azt a felét, ami jó, miközben egy csomó szükségletünk nem elégül ki. De ha mégis nagyon szeretné az ember megpróbálni, szerintem egy elköteleződési problémánál nem biztos, hogy magától megoldódik az az elköteleződési probléma, és nem biztos, hogy várható, hogyha nem történik semmi, és a másik nem foglalkozik a saját önismeretével, kötődésével, biztonságos kötődésre való képességével, akkor bármi változni fog. Tehát ha nem látok arra utaló jeleket, hogy a másik dolgozik magán, akármilyen formában, legalább önismereti könyvek olvasásával, meg beszélget erről, meg foglalkoztatja, csak azt látom, hogy attól várja a változást, hogy majd csak úgy magától bekövetkezik a változás, az szerintem nem olyan jó jel. Tehát ha én várok egy változásra egy párkapcsolatban, akkor minimum annyit kellene látnom, hogy a másik tesz azért a változásért, és én ettől tenném függővé, hogy reményt adok-e ennek, hogy megszavazom-e az esélyt ennek, hogy látom-e, hogy a másik tesz azért, hogy legyen változás, vagy a semmitől várja a változást. Ilyen a megcsalásnak a feldolgozása, hogy félek attól, hogy újra megcsal, de velem maradok. Én itt is megnézném, hogy a másik tesz-e azért, hogy felgöngyölítse, hogy mi vezetett a megcsaláshoz, és dolgozzon el a személyiségfejlődésén abban a tekintetben, hogy megelőzze a következőt, és mi ketten teszünk-e azért, hogy közeledjünk annyira egymáshoz, hogy még kielégítőbb legyen mindkettőnknek ez a kapcsolat, hogy megelőzzük, hogy újra előforduljon, vagy attól várjuk, hogy nem lesz többet megcsalás, hogy mindent ugyanúgy csinálunk, az első néhány hetet leszámítva, amikor mindenki igyekszik, hogy mindent ugyanúgy csinálunk, mint eddig, mert akkor egyébként nem valószínű, hogy megelőzhetővé válik a megcsalás. És ezek nagyon fontos jelek, hogy a másik dolgozik-e magán. És oké, vannak olyan emberek, akik egy megcsalás hatására tanulnak a dologból, látják, hogy milyen kárt okoztak vele, és nem teszik meg többet. De kisebb esélyt látok erre, mint arra is akkor, hogyha valaki dolgozik magán, és megfejlődik, hogy legközelebb hamarabb vállalja fel a konfliktust, legközelebb nem egy harmadik félnél keresi a megoldást, az önértékelési problémákat, ami mögötte van, vagy az elkerülési problémákat, ami miatt ebbe hajszolódott, felgöngyölíti, sokkal nagyobb esélyt látok arra, hogy így nem fog újra bekövetkezni egy megcsalás, mint egyébként, csak úgy magától. Egy ilyen helyzetben, tehát hogyha mondjuk a másik fél is szeretne változni, vagy alakítani a jelenlegi helyzeten, és tényleg időt és energiát és mindent szánna rá, tehát magára, hogy fejlődjön, akár segíthetünk neki, tehát ajánlhatunk neki olyan szakembert, akinek mi bevált, vagy akár olyan könyveket, előadásokat. Foglalkozzunk mi valamennyire is vele, vagy engedjük, hogy ezt járja be, ezt az utat ő maga. Én ennek vagyok a híve a másodiknak, hogy ezt tegye a saját útján, módján, saját tempójában, de nyilván miért ne ajánlhat meg néha olyan dolgokat, ami nekünk bevált, meg amit mi szeretünk, csak ne legyen az, hogy nekem fontosabb, hogy én jobban meg akarom oldani, hogy én többet foglalkozok vele, hogy én több időt szánok arra, hogy felgöngyölítsem, hogy mi segíthetne, mint ő, mert az nem jó jel. Tudod, mi jutott még eszembe? Nem biztos, hogy ebbe a mai adásba belefér, meg lehet, hogy nem is passzol annyira ide, hogy többször hallani azt, hogy valaki mondjuk vállal a párjától a gyermeket, tudom, ez egy picit mondjuk, de mondjuk már akár a kapcsolat elején is, hogy hát ha akkor vele marad, miközben a másik
egyébként egyértelmű jelét adta annak, hogy ő nem szeretne komoly kapcsolatot, és ilyenkor hát sűrűn előfordul, hogy ugye nem is házasodnak össze, pedig azt szeretném mondjuk, mondjuk hogy a nő vállal tőle gyereket a férfitől, és hogy nem házasodnak össze, hogy összeházasodnak, hamar elválnak, hogy ez számomra mindig egy kicsit ilyen ijesztő volt, hogy én vállalok gyorsan gyereket, hát ha velem akar maradni. Erről beszélünk egy másik videóban, vagy... Majd igen, jó. Később beszéljünk róla, jó. De most válaszolok azért. Szerintem erre külön is lehetne, bár valószínűleg azok, akiket érzékenyen érint ez a téma, azok lehet, hogy keresztre feszítenének minket, ha mi ezt így tényleg úgy őszintén kifejtenénk. Ezek mindig annyira érzékeny téma az anyaság, hogy igen. Mindenki, aki ebbe bizonytalan, az így nagyon megtámadva szokta érezni magát. Tehát senkit nem szeretnék megtámadni, meg Rita sem. És hogyha érzékenyen érint valakit ez a téma, akkor azt gondolom, hogyha mi udvariasan, kedvesen fogalmazzuk ezt meg, akkor az az érzékenység egy eredeti bizonytalanságból, egy tőlünk függetlenül ott lévő bizonytalanságból fakad. De nem szeretnék offenzív lenni. Tehát ha offenzívre sikerül, akkor hajlandó vagyok utólag bocsánatot kérni. Tényleg, tehát ugye nem szoktam így elkerülni ezt, hogy belássam, ha a hibáimat adott esetben nem mindent kommunikálok jól itt a social médiában sem. Ezzel együtt azt gondolom, hogy sajnos egy gyerek a meglévő párkapcsolati problémákat nem megoldani szokta, hanem nehezíteni. Ha ennek a céljából születik, hogy megoldja. Ideig, óráig, átmenetileg 1-2 évig a varázsa annak, hogy van egy csecsemő velünk, lehet, hogy kitolja a problémát, hogy újra felmerüljön. Mégis sokkal nehezebbé teszi a konfliktusok megoldását, hogy most már van ott valaki, akire rengeteg időt kell szenni, akire jobban kell fókuszálni, és még kevesebb időnk lesz arra, hogy mi megoldjuk a párkapcsolati problémánkat. És hogyha én nem tudom megnyugtatni magam, nem jó a stressz kezelésem, és nem tudunk konfliktust megoldani, és erre még rájön valaki, aki teljesen rámutalt, de szerintem csak nehezíti az egészet. Szóval, amíg még ezt meg lehet előzni, addig azt mondom, hogy könyörögve kérem mindenkitől, hogy párkapcsolat megmentési célból ne vállaljon gyereket. Köszönöm. Nehéz küldetés ez egy gyerek számára, hogy én azért születtem, hogy rendben legyen a szüleim kapcsolata. Ez egy nagyon nehéz, rápakolódó súly. No, ezzel együtt most mégis azt mondom neked, látod, hogy ez most nem volt teljesen finoman megfogalmazva. Tehát, hogy nyilván mindenkinek a saját döntése, és adott esetben elképzelhető, hogy jót tesz kivételes esetekben, hogy jót tesz a kapcsolatnak. Azért el tudok ilyet képzelni. De ez, szerintem ez a ritkább. És nagyon nagy teher a gyereknek. A hát baj. Igen, ezt látom környezetemben is. Köszönöm szépen, Évi, ezt a mai beszélgetést is, és köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Mai napon is. Találkozunk nem jövő héten, hanem jövő hét után, mert ugye jövő igen. héten most lesz most hétfő, igen. És jövő hét után találkozunk. Most nem tudom, az hanyadika, de már június. Szerintem igen. Igen, június. Akkor el is búcsúzunk. Évi, nem tudom, maradt-e még benned gondolat? Nem, nem. Csak remélem, hogy sikerült azért normálisan megfogalmaznom itt a végén. Picit félek, hogy túl erős lett, de senkit nem akartam megbántani. Csak annyi van bennem. Igen, meg... Mert te vagy a pszichológus, de erről nagyon-nagyon nehéz lehet úgy gondolatokat átadni, hogy ne legyen nagyon erős, de azért ne is bagatelizáljuk el annak fontosságát, hogy itt már egy életről van szó, mármint, hogy egy harmadik életről van szó, egy kisgyermekről, aki beleszületik ebbe a világba. És akkor még mielőtt elköszönünk, de én rövide zárom. Biztos van olyan, aki úgy nézi ezt, vagy elképzelhető, hogy van olyan, aki úgy nézi ezt, hogy már ezen túl van, és ilyen célzattal vállaltak gyereket, mert azt gondolták, hogy ez jó ötlet. Ez nem egy ítélkezés akar lenni, hogy mi arról beszélünk, hogy ez nem tesz jót, vagy nem fog segíteni, vagy adott esetben valószínűleg nem segít, csak kicsit elodázódhat a probléma miatt. Tehát, hogy ez nem egy kővetés. Csak szerettük volna azt elmondani, hogy ez önmagában nem fog segíteni. Igen. Illetve ugye itt is egy személyre szabott dolog,
az, ami igazából megadja a konkrét választ. Tehát most azért általánosságban Igen. fegetünk. Igen. Köszönöm Jó. szépen, Évi, és Én akkor is. szép napot mindenkinek, neked is. Szia! Sziasztok! Köszönöm szépen! Szia, Sziasztok! Rita!